Dobrý večer, milí diváci, vítam vás pri obrazovke. Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. 13. októbra sa konalo 25. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program bol nasledovný. Správa riaditeľky základnej školy, správa hlavnej kontrolórky obce, interpelácia poslancov, kontrola uznesení a rôzne. Október 13-án tartotta a helyi önkormányzat 25. rendesülését, melynek menete a következő volt. A Dömme Károly magyar tanítási nyelvű alapiskola igazgatónőjének beszámolója, a községi főellenőr beszámolója, a képviselők interpellációi, határozatok ellenőrzése és egyéb. Zasadnutie otvoril starosta obce František Šámšon a privítá riaditeľku základnej školy Károlya Dömeho Adriánu Bošetti a zástupkyňu Katarínu Dudášovú. Riaditeľka základnej školy predniesla svoju žiadosť na doplnenie školských zariadení. Ako dôvod zvýšenia nákladov uviedla zvýšenie spotrebu energetických médií, čo je spôsobené aj nekvalitnými kotlami. Ďalej spomenula, že v materskej škole je čoraz viac detí, potom sa zvýšilo zaradenie dvoch učiteľov. Tým, že bola zrušená slovenská škola, narástli náklady o čiastku, ktorú doteraz platil obecný úrad. A starosta požiada riaditeľku, aby predložila vypracovaný projekt na rekonštrukciu kotolne základnej školy. Pani Katarína Dudášová postúpila návrh, aby obecné zastupiteľstvo prejednalo možnosť udelenia čestného občianstva Láskovi Vlkovi. Tiež nadniesla problematiku zvolania školskej rady, kde kandidátka z Patiniec má byť schválená obecným zastupiteľstvom. Všetku treba odvolať a znovu poveriť. Az ülés polgármestere nyitotta meg, és köszöntötte Bosetti Adriannát, a Dömme Károly magyar tanítási nyelvű alapiskola igazgatónőjét és Dudás Katalin igazgató helyettest. Az igazgatónő előadta kérvényét az iskola költségvetésének kiegészítésére, és mint okot feltüntette az energiahordozókra fordított többletköltséget, amely a kiöregedett gázkazánok rovására írható. Továbbá megemlítette, hogy az óvodában egyre több a gyerek, így két tanítónő bérbesorolása is emelkedett. Mindeközben azzal, hogy a szlovák iskola megszűnt, szintén emelkedtek a költségek, melyeket ez idáig a községi hivatal térített. A polgármester felkérte az igazgatónőt, hogy nyújtsa be az iskola kazánházára elkészítette dokumentációt. Dudás Katalin azt a javaslatát is továbbította, hogy kerüljön megtárgyalásra az önkormányzat által Tóth László díszpolgárrá való avatásának lehetősége. Továbbá az iskolatanács problematikájával foglalkozott, mivel Pat község jelöltjét az önkormányzatnak kell jóvá hagynia. Szerinte a tagot vissza kell hívni és újra megbízni. Následne hlavná kontrolórka obce inžinierka Marta Soboslajová predniesla správu o vykonanej činnosti v uplynulom období. V úvode uviedla, že vykonala 3 kontroly. Jednu na dodržanie zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku vedenia pokladničnej agendy, druhú na mzdovú a personálnu agendu a tretiu na hospodárenie základnej školy je ešte v priebehu. Ezután a község főellenőre Szoboszlai Márta mérnöknő adta elő beszámolóját az elmúlt időszak tevékenységeiről. Beszámolója elején elmondta, hogy 3 ellenőrzést végzett. Az elsőt a törvények és az általános érvényű rendeletek betartására a pénztári iktatás terén. Másodikat a bérek és személyzeti iktatás terén. A harmadikat pedig az iskola gazdaságáról, amely még folyamatban. V rámci interpelácií poslancov poslankyňa Bulajčíková informovala poslancov, že sociálna komisia poslankyňky Terézie Kincerovej konzultovala s pani doktorkou vo veci starostlivosti o starších občanov. Komisia pravidelne zasadáva. Nie je pravdou tvrdenie, že komisia sa nestará o starých občanov. Činnosť komisie je zameraná na spoluprácu s okresom. Vykonávajú návštevy starých osamelých, chorých občanov, alebo ak sú na to požiadané zo strany okresu.
tlmočila názor obyvateľa, podľa ktorého sa zastupiteľstvo v niektorých veciach zaoberá s maličkosťami. Interpelácie majú mať konštruktívny charakter a podala informáciu, že spevácky súbor sa zúčastnil v Győri na jednodňovom výlete, ktorý bol veľmi dobre zorganizovaný. Vyslovila poďakovanie obecnému zastupiteľstvu. Az interpelláció keretén belül Bulajcsik képviselőnő tudatta a képviselőkkel, hogy a Szociális Bizottság Kincser Terézia révén konzultált a körzeti doktornővel az idősekről való gondoskodás kapcsán. A bizottság rendszeresen tart üléseket, és nem igaz az az állítás, hogy a bizottság nem törődik az idősekkel. A bizottság együttműködik a járási bizottsággal, meglátogatják az idős, magányos és beteg polgárokat, illetve azokat, akikre a járási bizottság külön felhívja a figyelmet. Továbbá tolmácsolta egy lakos véleményét, miszerint az önkormányzat egyes esetekben kicsinségekkel foglalkozik, az interpellációknak konstruktívaknak kellene lenniük. Továbbá informálta a képviselőket, hogy a zenekar egynapos kiránduláson vett részt Győrben, és ezért köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak. Poslankyňa kis žiadala, aby v Podzahradnej ulici bol umiestnený kontajner na opadané listy stromov. Ďalej nadniesla problematiku túlavých psov, ktoré napádajú chodcov a robia škody obyvateľom. Dopočula sa, že údajne niektorí podnikatelia napúšťajú do kanalizačného systému dažďovú vodu, následkom čoho bolo vymretie baktériovej kultúry v čistiarni odpadových vôd. Žiadala bližšie informácie a vyčíslenie nákladov. Poukazovala aj na článok v novinách, v ktorom sa pojednáva o zákonných povinnostiach vlastníka pieskoviska na detských ihriskách. Kis képviselőnő kérte, hogy a kertben legyen elhelyezve egy konténer a lehullott faleveleknek. Továbbá a kóborkutyák problematikáját említette, valamint felhozta, hogy a szennyvíztisztító rendszerébe valakik esővizet engednek, ami miatt elpusztult a baktériumkultúra, amely a vizet tisztítja. További információt kérdezik meghatározását. Rámutatott továbbá egy újságban megjelent cikkre, amely a nyilvános homokozók működtetőjének törvényadta kötelességeiről tárgyal. Poslanec